Az Agrotax Kft. Több tízezer mezőgazdasági ingatlan szerződés adataira és munkatársai szakértelmére támaszkodva egyetemi oktatók közreműködésével állította össze azt a Magyarországon első és egyedülálló eljárást, amely lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározhassuk egy mezőgazdasági ingatlan valós piaci értékét, illetve annak helyben érvényes haszonbérleti díját. Az Agrotax egy földértékelési rendszer, ami olyan innováción alapul, ami a mai kor adta technikai lehetőségeket hívja csatasorba. A hagyományos értékeléssel szemben mi digitális szemlét használunk, tehát nem kell a helyszínre kimennünk, hanem műholdképek segítségével, statisztikai adatok segítségével, minden olyan adat rendelkezésünkre áll, ami kiváltja ezt a helyszíni szemlét. Ezáltal nagyon gyorsak, 24 órán belüli értékeléseket tudunk készíteni, nagyon pontos információ alapján és jó árérték arányban. Az Agrotax precíziós termőföldértékelés a kor technikai lehetőségeit kihasználva egyedülállóan pontos értékelést tesz lehetővé. Az Agrotax módszertan alapvetően 4 pilléren alapszik. Ahogy az előbb említettem, az egyik alappillér ennek az a statisztikai adatbázis, ami az egész országra vonatkozó adásvételi adatokból jön. Ez 140-160 ezer szerződés adatát jelenti a mai napig az elmúlt 2 évből. Ez egy jó piaci rálátást biztosít számunkra. Gyakorlatilag települési szinten bármelyik településnél meg tudjuk mondani a helyben szokásos piaci árat. Ez mind az értékelésekre, értékbecslésekre, mind a haszonbérleti díjakra vonatkozóan igaz. A másik lába a műholdas elemzés, ahol egy inhomogenitási vizsgálatot végzünk az adott területről, és van még 2 lába. Az egyik a állami forrásból származó pontos műszaki adatai az adott termőföldnek. Tehát ez alatt azt kell érteni, hogy milyenek a lejtési viszonyok, eróziós a terület, ha igen, hány százalékban érintett, belvizese. Tehát mind-mind olyan fontos tényezők, amik befolyásolják a termőföld árát, hiszen a termőképességét befolyásolják, ami visszahat az ára. És a negyedik lába pedig az úgynevezett Demeter rendszer, ami egy földminősítő rendszer, hasonlatos egy kicsit az aranykoronához, de azokat a közgazdasági megfontolásokat nem tartalmazza, amit az aranykorona tartalmaz. Tehát itt is kifejezetten a termőföld termőképességét és azoknak a viszonyait próbáljuk megfelderíteni. És hogy milyen a fogadtatás a gazdálkodók és a szakma részéről? Az elmúlt 1,5-2 évben több mint 900 értékelést csináltunk meg 13 ezer hektáron. Azt látjuk, hogy erre várnak a megrendelők, hogy egy gyors, egy pontos és egy jó szolgáltatási áron megkapott értékeléshez jussanak, és a szakma részéről is természetesen pozitív a visszajelzés.